Második világháborús katonai tömegsírt szenteltetett fel a történelmi vitézi rend október 24-én az Üllői Katolikus Temetőben. A megemlékezésre dr. Vitéz Bucsi László, a rend Közép-Magyarország keleti törzszékének törzskapitánya hívta össze a rendtársakat. Kedves mindannyian! 70 évnek kellett eltelni ahhoz, mint egy a történelem mulasztását pótolva és szívünk szerint jóvá téve, hogy kegyelettel és részvéttel álljunk meg és hajtsunk fejet ennél a sírnál, melynek létezéséről csak idén vettünk tudomást, nemzetes Bányai László rendtársunknak köszönhetően. Ennél a sírnál, melyről felirata alapján akkor nyáron még csak annyit tudhattunk, hogy benne 8 ismert nevű és 23 ismeretlen, névtelen 1945-ben eltemetett magyar katona nyugszik. Ahogy a kisi ákon-bákomos feliratból látjuk, itt az Istenben boldogult katonákat hantolta el, akkor a kis Károly sírásó, akik őket itt összeszedte és eltemette, ahogy a sírkövön is látjuk. Megrázó és melbevágó ez a felirat. A történelmi vitézi rend Kárpát-medence szerte kiemelt feladatának tekinti a magyar katonai múlt és helytállás tiszteletének ápolását és a hadisír gondozást. 1944. november 6-ától Üllő 6 héten keresztül állt a frontvonalban. Az itt nyugvó katonák a harcok első napjaiban eshettek el. A sírkövön szereplő 45-ös dátum, valamint az, hogy Üllő határában még 1945 nyarán is találtak temetetlen holtakat, azt a szomorú feltételezést látszik alátámasztani, hogy az itt nyugvó magyar katonák temetésére leghamarabb 1945. januárjában az első napokban kerülhetett sor. A nekik emléket állító sírásó, ahogy a sírkő mondja, ekkor szedhette össze őket, és szinte egyedül megadva nekik a végső tisztességet. A most 89 éves gyémán diplomás okleveles villamosmérnök Mészáros Sándor egykori üllői lakos személyesen élt át az eseményeket a 40-es években. Emlékeiből megosztott néhány gondolatot a jelenlévőkkel. A magam részéről szintén súlyos veszteségért Mészáros Józsefné, nagynéném és unokája az első napokban, amikor már repülőtámadás volt Üllő ellen, szintén meghaltak. Ugyancsak meghalt egy nagyon közeli ismerős, aki a szomszédba sétált át, valamit akart kérni a szomszédjától, és az oroszok azt hitték, hogy kémkedni megy, és rögtön agyonlőtték. Ilyen esetek számos volt sajnos Üllőn. Rövidesen, amikor sorra került a kiköltözés, akkor a magam részéről is anyámmal és apámmal Ócsára mentünk. Egy tragacson toltuk a hálóholdit, és hát a szüleim mind a ketten, ugye én utolsó gyerekük voltam, és így, ők igen idősek voltak ahhoz, hogy 15 kilométert gyalogoljanak. Aztán, mikor hazajöttünk, legalábbis úgy gondoltuk már, nem mindenki jött haza, január közepén, akkor a házunkat romokba találtuk, de az Ócsai út, ez az út, ez szintén romokban hevert, a házak végig szétbombázva vagy szétesve álltak, és úgy kellett buckáról buckára ugrándozni, amíg az ember hazament. A történelmi vitézi rend a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti főosztályától kapott adatok alapján tudta azonosítani az elhunyt honvédeket. Ebből kiderült, hogy az ismert katonákat fiatalon érte a hősi halál. Akiktől egy őrült, rajtuk kívülálló gépezet, a háború és a forgandó hadiszerencse mindent elvett. Elvett szerelmet, családot, gyermekeket, vágyakat és teljesített célokat, napot, felhőt, boldogságot, barátságokat, egy jó pohár bort. Mindent elveszítettek. Simon János őrvezető. Jelen. 1921-ben született Hegyház Szentmártonban, a második gépkocsizó lövész zászlaj katonájaként esett el 44. november 3-án Maglódon. Halálát tüzérségi tűz repeszei okozták. Élt 23 évet. Gruber Mihály honvéd. Jelen. 1918-ban született Dunavecsén. 1944. november 3-án esett el Üllőn, halálát fejlövés okozta. Élt
26 évet. Belényi Endre honvéd. Jelen. 1918-ban született Budapesten. A 102-es gépkocsi oszlop katonájaként esett el Üllőn, élt 26 évet. Veres Mihály honvéd. Jelen. 1915-ben született Nyíregyházán. 44. november 3-án esett el Üllőn. Halálának oka tüdőlövés. Élt 29 évet. Bogdán Imre őrmester. Jelen. Közülük talán ő volt a legidősebb, és hát 31 éves korában érte itt a halált okozó lövés. 13-ban született Kenderesen, a 6. gépkocsizó lövész osztály katonájaként esett el 44. november 3-án. Száraz Mihály, csendőr szakaszvezető. Jelen. 1914-ben született, halálát fejlövés okozta 44. november 2-án. Arany Ferenc, csendőr. Jelen. 1917-ben született Dabroncon, 44. november 2-án esett el. Halálát tüdő és szívlövés okozta, élt 27 évet. És végül Szabó János, akiről nincs adatunk, és további 23 hősi halott bajtársa. Jelen. A síremléket évek óta egy üllői házaspár gondozza. Bajor István és felesége virágot ültettek a nyughelyre, és újra festették a sírkőn a betűket, hogy olvashatóak maradjanak a nevek. Ez a sír nem volt ápolatlan. Feleségem együtt évek óta gondozzuk, virággal volt tele, és a sírra a betűket én festettem át, hogy megmaradjanak. A megemlékezésen Kovács Kornél üllői római katolikus plébános megáldotta és felszentelte a II. Világháborús tömegsírt. E sírban nyugvó elhunytak nem csak katonák voltak, hanem édesapák, testvérek, gyermekek, unokák, akiknek halálánál nem állhatott imádkozó hitvestárs vagy szülő. Ezért, amikor a II. Világháborúban elhunyt katonáink sírját újjászenteljük, helyén való a szeretet és tisztelet jeleként is elmondott imádság, amellyel kérjük számukra a mindenható Istentől az örök nyugodalmat, magunk számára pedig a béke kegyelmét. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a sírra és az itt jelenlévőkre. Amen. Üllőváros önkormányzatának képviseletében Kisné Szabó Katalin polgármesterasszony és Laza István a közösségi központ vezetője koszorúzták meg a síremléket. Közös koszorúval tisztelgett a hősi halottak előtt a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának nevében Kovács Géza programiroda vezetőhelyettes, valamint a Történelmi Vitézirend képviseletében Vitéz Hunyadi László főkapitány és a megemlékezést szervező Közép-Magyarország keleti törzsékének nevében dr. Vitéz Bucsi László törzskapitány. A megemlékezésen Vas Albert Gyertyalánk című verséből olvasott fel részleteket Vitéz Szent Jobbi Szabó Andor. Emlékszobor, ennyi maradt csupán belőlük, és a tűzből, mely vezette a milliókat messze Golgotákra, és feszítette millió keresztre. Sok ház hiába várja őket, a fehér csöngyével sok fehér falu üzenetet nem hoz többé felőlük fehér felhők közt a vándordarú. Nem járnak többé esténként csodálni kalász hullámon tékozolt csodát, bús hazájuk elvégzett csodáit magukkal vitték, s most őrzik tovább. Az itt eltemetett hősi halottak és minden a halálban testvéré vált elesett katona emlékére hangozzék fel most az Il Silenzio. Thank you.
A II. Világháború hősi magyar halottait 1945-ben Üllőn Kis Károly sírásó temette el. A jelenlévők az ő sírjánál is tisztelegtek a megemlékezés és a köszönet koszorúival. Amikor összeszedte és példás tisztességgel eltemette hősi halottainkat, 47 éves volt. Az őt még ismerő üllőiek szerint Kis Károly sírásó rendkívül jó lelkű, a községben köztiszteletnek örvendő ember volt. Mi is csak a legnagyobb tisztelettel, elismeréssel és köszönettel említhetjük meg a nevét. Hiszen megtehette volna, hogy kötelességszerűen elhantolja az elesetteket, mint egy kipipálva ezt a bizonyára nem lélekemelő, sőt kifejezetten nyomasztó munkát. Ő azonban ennél sokkal többet tett, nem csak összeszedte és együttérzéssel, kegyelettel temette el őket, hanem akinek a nevét megtudta, az kőbe is véste, vésette, talán maga véste. Ezek az ákon-bákon betűk arra utalnak, hogy nem egy hivatásos kőfaragó készítette ezt a síremléket. Senki ember fia nem várhatta volna el tőle, hogy saját maga állítson emléket az elesett, mint írja, Istenben boldogult magyar katonáknak. Ő mégis megtette, és megmentette számunkra és a jövendő számára ezt a tömegsírt, amelyet immár hősi katonai emlékhelyünknek is tarthatunk, Isten áldja meg érte őt. A megemlékezés végén a jelenlévők elénekelték a himnuszt és a Boldogasszony anyánk című katolikus magyar néphimnuszt. Régi nagy pátronánk, nagy ígységben lévén, így szólít meg hozzánk, Magyarországról, éles hazánkról, a II. Világháborúban több mint 360 ezer magyar katona vesztette életét a harcokban és a fogolytáborokban. A fennmaradt nyughelyek száma nem ismert, az elhunyt magyar hősök közül nagyon sokan jelöletlen sírokban fekszenek.